Oh baby, I love your madness. It's so incredible. És igen, megint itt vagyunk a repülőtéren, azonban nem vissza Svájcba fogunk utazni, hanem repülünk Marokkóba. Az én kis drága szerelmem megint kitalált valamit. Ma vagyunk 500 naposak. De menjünk a biztonsági részhez, gyorsan túl leszünk rajta, és onnan később jelentkezem. Incredibly beautiful. Be is csekkoltunk, közben találkoztunk konkrétan a ellenőrző pontnál előttünk át az egyik kedves barátunk, Vati, úgyhogy még dumáltunk egyet vele, mi a helyzet, úgyhogy ma most keresünk egy kávézót, leülünk, és ja, reggelizünk egyet, mert hogy még nem is ettünk semmit. Mivel konkrétan Nilasz bejelentette, vagy hát ő nem is volt itt, amikor küldött egy képet nekem, ahol egyszer csak láttam Dubáj, az én nevem, meg hogy repjegyek. De aztán törölve lett Dubáj, mivel hát őneki vízum kellett volna, ezt már nem tudtuk elintézni, vagy nem tudtuk volna. Úgyhogy lett így Agadir, úgyhogy reméljük jó időnk lesz. Erről láthatólag olyan 20 fok lesz, úgyhogy elég nehézkesen tudtam bepakolni, főleg úgy, hogy ugye itt Magyarországon most majd, hogy nem csak meleg ruháim voltak, úgyhogy FaceTime-on próbáltunk ezt megvalósítani, na hát annyira nem sikerült. Akazott az internet is, de majd mindjárt bevágom, hogy ez hogy is történt, Úristen. Legrosszabb, hogy kicsit drónit és a nagyot is otthon kellett hagynom, mivel Marokkóba tilos drónozni, úgyhogy mert ott aztán lehetne szép videókat csinálni a kis drónival, de majd ezt el kell halasztanom, majd hogyha visszajövünk. Most konkrétan most már futnunk kell, mert hát 50-60-50-kor volt a kapuzárás, úgyhogy reméljük, hogy mi nem késtük le, ami nem mi hibánkból, hanem konkrétan az útlevél ellenőrzésnél még el is tartottak minket, mivel hogy keresték a schengeni pecsétet nélé, hát ilyen nincsen, és hogy mond el, nein, oh, unten, oh, na ja, sackat, oké. Okay. Tehát nem kell süllyednünk, mivel? Na, ezt látom minden. Just do what you want with me. Oh, oh, oh. Yeah, Nél lenne megint probléma van, de csak a probléma velem. Fülöpszigeti. Útlevelével. De itt konkrétan én nem tudom, hogy mi van itt. Borzasztó. Semmi sem működik úgy, ahogy kellene. A check-in se, utána a útlevél ellenőrzése úgy működik, itt is tönkre ment. Megint egy ezért nagyszerű a kapunál. Ez a repülőtér egyszer normális lesz-e, felfejlődik-e ahhoz, hogy internacionális repülőtér legyen. Saját helyünkre. Fú, én nem tudom. Szerintem borzalmas. Konkrétan a stewardess már rögtön azt mondta, kérem, ne filmezzen. Soha az életemben nem hallottam azt, hogy ne lehetne filmezni, de ez az én problémám. Na ja, a helyek az kicsik, még az EasyJet-nél is, úgyhogy
Vizet nem kapok. Sok plusz pontot tőlem. Nem sokára elindulunk, most van 16 óra 37. Na jó. Mivel hát minden tönkre ment útközben. Nem tudom, ezen a repülőtéren soha nem működik semmi. A biztonsági rendszerné ott egy órát állt sorba, és ott többé nem is. Turbulenzen. Selbst hier in Ungarn, in der Luft, gibt es so viele Löcher. És megérkeztünk Agadirba. Megérkeztünk a hotelbe, nagy sokára konkrétan, majdhogy nem 11 óra van itt, az itteni idő szerint, az otthoni ugye éjfél lenne, úgyhogy úristen, mi hülyék, az itteni transferre jöttünk, de bejárta az összes hotelt, úgyhogy legközelebb taxit veszünk, vagy hát nem veszünk, na, taxit, taxival jövünk. Mivel fél óra alatt itt lennénk, de most próbáljuk elérni a recepciót, mivel az ágy az nem kétszemélyes, úgyhogy próbálunk még szobát cserélni. Hú-hú! Mivel hogy most érkeztünk, hát nem fogunk kapni normális kaját, valami hideg kaját, úgyhogy az 500. napfordulónkat az nem egy fényes vacsorával fogjuk zenni, hanem egy hideg vacsorával. Uhú! Nagyon. Nagyon örülünk neki, de hát ez van. Úgyhogy majd nézzük, hogy mi lesz. És hogyha a napot összegeznem kellene, akkor Marokkó nyert, úgyhogy Marokkó vigy 1-0. A biztonság kedvéért azért hoztunk egy kis gyümölcsöt a szobába, hogyha megéheznénk. Úgyhogy várjuk a reggelt, és már 7:30-kor kellünk, hogy menjünk reggelizni. Addig is, sziasztok!